A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma június 14-e Vazul napja van. 89 éve megszületett Darvas Iván kétszeres Jászai Mari és Kossuth Díjas színművész. 86 évvel ezelőtt pedig megszületett Che Guevara orvos forradalmár, a harmadik világ forradalmárainak példaképe. Most pedig lássuk a legfontosabb történéseket, először csak röviden. Tűz ütött ki a Szabadkai Közkórház mosodájában, az ortopédia közelében. Az árvíz sújtotta térségek gazdaságának újjáélesztése a cél. Lelőttek egy repülőgépet a szeparatisták Luhanszknál. Egy hét múlva rajthoz állnak a lovasok Zobnaticán a második vajdasági vágtán. Tűz ütött ki a Szabadkai Közkórház egyik melléképületében ma délután 15 óra körül. A lángok a csecsemőosztály egyik szobájára is átterjedtek, ahonnan az ott tartózkodó pár újszülött gyermekével szinte az utolsó pillanatban menekült ki. Sérültek nincsenek, a tűz oka még nem ismert. Újszülött gyermekével pihent ebben a szobában egy kismama. Férje délután 3 óra körül füstre lett figyelmes, majd miután szólt a személyzetnek, azonnal elhagyták a helyiséget. A melléképületben található mosoda teteje akkor már lángolt. Alig, hogy becsukták a szoba ajtaját, a lángok már betörték az ablakot. A tűzre ekkor lettek figyelmesek a konyha dolgozói is. Az oltásra 3 tűzoltókocsi érkezett ki, és hamarosan meg is fékezték a lángokat. A füst több emeletnyi magasan is nyomot hagyott az épületen. Az ortopédiai, a nőgyógyászati és a szülészeti osztályok voltak a legnagyobb veszélyben. Az evakuáció gyorsan és rendben lefolyt. Evakuisani su svi pacijenti desno krila bolnice na levu stranu, nema nikakvih posljedica po pacijente koji su bili u tom trenutku na odeljenjima. Znači u ovom trenutku bilo najviše ugrožene odeljenje ginekologije. A tűz kiváltó oka még nem ismert, sérültek nincsenek. A tűzkár előzetes felmérésére szombaton este kerül sor. Humanitárius segélyt osztott szét szombaton Obrez településen Tomislav Nikolic szerb államfő. A Várvárén melletti falu rászoruló lakosai többek között 6 tonna ruhát, 8 tonna higiéniai eszközt és 10 tonna élelmiszert kaptak. Adományt kaptak a Vájevon és az Obrenovácban élők is. A szerb kormány mai ülésén 1 milliárd dináros hitelcsomagot választottak ki az árvíz sújtotta térségek cégei számára. Humanitárius segélyt nyújtott át Tomislav Nikolic elnök a Várvárin községbeli Obrez település árvízkárosult lakosainak. Az államfő elmondása szerint a legnagyobb figyelmet jelenleg a tönkrement házak megjavítására kell fordítani. Sorokban állnak az emberek Vájevon, az ingyenes vetőmagra várnak. Az állam igyekszik enyhíteni a mezőgazdaságban keletkezett károkat. Első feladatuknak a termőföldek beültetését tartják. Ehhez biztosítják a szükséges eszközöket a termelőknek. Praktično jeste vreme da izmaku optimalno, ali je uvek agrotehnički prihvatljivo i ja očekujem da će vrlo brzo biti zasejano i da ćemo uspeti da bar delimično nadoknadimo štetu kada se radi o ratarskoj proizvodnji. Obrenovácban új ultrahang készüléket és 2 fogorvosi széket adott át Bratislav Gásić védelmi és Zlatibor Loncsár egészségügyi miniszter az egészségháznak. A katonaság továbbra is nagy erőkkel segít a város szanálásán. Vojska Srbije preuzima na sebi jedan dodatni zadatak u narednom periodu, najverovatnije da krenemo ovdje u Obrenovcu na raščišćavanje tih srušenih kuća, na stvaranje uslova za izgradnju novih. A kormány 1 milliárd dináros hitelcsomag kiválasztásáról döntött, amit a fejlesztési alapon keresztül vehetnek igénybe a rászorulók. A kölcsönt a gazdasági szférában évi 1,5%-os kamat mellett kaphatják meg az árvízkárosultak. Többek között új munkaeszközök vételére, a régiek megjavítására vagy az épületek rendbetételére fordíthatják az összegeket. Lelőttek egy repülőgépet a szeparatisták Luhanszknál. 49 ukrán katona meghalt. A repülőgép katonákat és ellátmányt szállított.
A kelet-ukrajnai Luhansk közelében lelőttek egy IL-76 típusú ukrán katonai szállító repülőgépet szombatra virradóra, erősítette meg az ukrán védelmi minisztérium az erről szóló sajtóhíreket. A tárca szóvivője szerint legkevesebb 49-en meghaltak. Vladislav Szeleznyov a szakadárok ellen indított művelet szóvivője közölte, egyelőre nincsenek végleges adataik, de megjegyezte, eddig a szombati, a két hónapja kezdődött művelet legtöbb áldozatot követelő incidense. A gép éppen a Luhanszki repülőtér felé közeledett, amikor lelőtték. Kijev az orosz barát szakadárokat tette felelőssé a támadásért. A repülő katonákat, valamint felszerelést és ellátmányt szállított. Pénteken is folytatódtak a heves harcok Kelet-Ukrajnában a kormánycsapatok és az orosz barát szakadárok között. Az ukránok elfoglalták Mariupolt, az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárost, amely hetek óta a szeparatisták kezén volt. Harckocsikkal és gránátvetőkkel vették be a város központját. Mariupol a Donyeck medence második legnagyobb városa, több mint 500 000 lakosa van. Új épületbe költözött a Vajdasági Magyar Szövetség bágrádi szervezete. A helyiséget történelmi, illetve kulturális előadással nyitották meg a tagság számára is. A VMS vendége Ózer Ágnes, a Vajdasági Múzeum igazgatója volt. A Vajdasági Múzeum igazgatója a jelenlévőknek az intézmény múltjáról és jelenéről beszélt, hozzátéve, hogy a kultúra területén megváltozik a finanszírozási módja, így a jövőről még nem tud nyilatkozni. Ózer Ágnest a múzeum archívumáról, a vagyon visszaszármaztatáshoz szükséges dokumentumok beszerzéséről és a Magyar Szerb Történész Vegyes Bizottság munkájáról is kérdezték. A múzeum igazgató ezen témák miatt is fontosnak tartotta, hogy Belgrádba látogasson. Ebben a pillanatban azért volt fontos, mert valóban számos olyan látogatónk volt, aki azt mondta, hogy azért jöttek be a Vajdasági Múzeumba, és azért jöttek el Újvidékre, így külföldi képviselők is, nagykövetek, hogy Belgrádban nincs hol elmenni múzeumba, nincs hova elmenni múzeumba, mert a múzeumok nincsenek nyitva. Nebojsa Márjánovics, a VMS belgrádi városi szervezetének elnöke szerint szükség van arra, hogy a belgrádiak megismerkedjenek azokkal a kincsekkel, amelyekkel a Vajdasági Múzeum rendelkezik. Mi želimo da naša prva tribina u novom prostoru bude ipak tribina na kojoj će gostovati jedan vrhunski naučni autoritet kao što gospođa Ozer jeste na drugoj strani mene i evo kao što ste videli na samoj tribini naše ljude je zaista impresionirao rad muzeja Vojvodine pre svega kao muzička institucija koja radi za razliku od naših nacionalnih institucija u Beogradu koje ne rade. A Belgrádi Nemzeti Múzeumot több mint 10 éve zárták be roskatag állapota miatt. A főépület azóta nem látogatható. Iván Tasovac kulturális miniszter májusban azt mondta, még a jelenlegi kormány mandátumának ideje alatt újra megnyílik az intézmény a látogatók előtt. Nem ért egyet Andrássy Attila programjával a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. A társulat újonnan kinevezett művészeti vezetője elmondta, egy polgári színházat szeretne működtetni. Érthető előadásokra és több vidéki vendégszereplésre van szükség. A héten kinevezték a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának új művészeti vezetőjét. Mezei Zoltán eddigi társulatvezető megbízatási ideje lejárt. A 4 jelölt közül Andrássy Attilát támogatta a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága. A társulat azonban nem ért egyet a döntéssel. Hogy miben fogja megváltoztatni a társulat életét, azt a jövő mutatja majd meg, amikor ez elkezd működni, mármint Andrássy Attila a társulattal. A mi részünkről nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy a társulat és jó magam nem ért egyet az MNT Kulturális Bizottság által javasolt Andrássy Attila pályázatával, hangsúlyozom, pályázatával. A 60-as években indult polgárpukkasztó korszaknak vége, mondta Andrássy Attila. Változásra van szükség, amitől mindenki tart, a változások viszont elkerülhetetlenek. A polgárpukkasztásnak többé semmilyen értelme nincs. Egyszerűen érthető előadásokat kell színre vinni. A világirodalom és a magyar drámairodalom nagyjait kell színre vinni. Olyan színházat kell létrehozni, ami színészközpontú, amiben a színészeknek ragyogó szerepeik vannak, mert a közönség a színész miatt jön mindenek előtt a
a színházba, és a történet miatt. Tehát ilyen jellegű színház, polgári színházat fogok vezetni. Andrássy Attila kiemelte, új tagokkal kell bővíteni a társulatot. Minden korosztályból szükség van színészekre a történelmi darabok színpadra állításához. Együttműködnek majd Békés Csabával és Budapesttel, de a tervekben a székelyföldi kapcsolat erősítése is szerepel. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Gyermeknapot tartottak Szabadkán. 6, 12, illetve 24 órán keresztül futnak, vagy a 100 kilométeres távot teljesítik a versenyzők. Idén is két lova indul az adorjáni Borsos Csabának a vajdasági vágtán. A lovak és a lovasok már két hónapja készülnek az egy hét múlva sorra kerülő futamra. Az adorjáni faluelnök egyik lova tavaly megnyerte a vajdasági vágtát. A ló és lovasa idén is rajthoz állnak. A paripák jó erőben vannak, elérték ideális versenysúlyukat is. Nem szeretném elkiabálni a dolgot, de a jelenlegi állás szerint egészségügyi szempontból mind a két ló kifogástalan, és bízunk benne, hogy ez a jövő szombatig így is fog maradni. Adorján színeiben a tavalyi futamgyőztes Gulyás Viktor indul. Ő és Csini Baba nevű lova is felkészültek a június 21-i megmérettetésre. Körülbelül ugyanaz volt a felkészülés, annyival most egy kicsit több időnk volt felkészülni a versenyre, és szinte ugyanaz majdnem minden. Csillagvirággal idén az aromhegyesi ördög Alex indul a futamon. A lovaglással gyermekkora óta foglalkozó fiatalember Oromot képviseli majd. Van otthon igen saját lovam, nagyon régóta lovagolok, már olyan 6-7 éves korom óta elkezdtem. Azóta is hobbim a lovaglás, lovakkal foglalkozok, lovagoltatással, mindennel. Az adorjáni versenylovak itt a futballpálya körül edzenek a falu mellett, remélhetőleg olyan sikerrel szerepelnek majd, mint tavaly, hiszen az egyikük futamgyőztes volt, a másikuk pedig ott volt a jobbak között. Talán Zobdaticán is sikerül majd egyiknek vagy másiknak, de talán mind a kettőnek kiharcolni a Hősök terére való eljutást. A pásztor élet meghatározó mozzanatait mutatták be szombaton a juhászok és mezőgazdasági termelők hagyományőrző találkozóján. Az Ilona falván megtartott rendezvényen emellett birkapaprikás főző és birkanyíró versenyt is szerveztek. 51 bográsban rotyogott a birkapaprikás szombaton Vojvodezi Monyityon, azaz Ilona falván. Néhány csapat nyárson forgatott bárányt vagy malacot, míg mások inkább pörköltet készítettek. Nehezebb is megkészíteni, oda nagyon oda kell figyelni, és finomabb is, mint a paprikás. Én úgy szoktam, hogy a zajára teszek olajat vagy zsírt, hagymát, a birkahúst visszerezem, és így étegezve rakom az egészet, és úgy teszem oda fűzni. A közönség tanúja lehetett a kézi birkanyírásnak is. 9 vettek részt a birkanyíró versenyen, köztük egy hölgy is. Nehéz, de szeretem csinálni, és már 8 éve járunk mi is versenyre. Oda-haza taputó tanultuk, mikor összekerültünk, kaptunk egy báránt, abból kifolyólag van 50 darab, és akkor a párom legeltett, én vagyok a nyíros, szeretem megcsinálni, mert olyankor szépek. A juhászok és mezőgazdasági termelők hagyományőrző találkozójának elsődleges célja a szórakozás és a barátkozás. Ez a mai nap, ez főleg a juhászokról szól, hogy tudjuk, hogy egész évben juhásznak, annak nincs pihenőnapja. Ezt az egy napot nagyon sok ember erre rászánja magát, hogy kikapcsolódik a társalgás miatt, és a hagyományos ételeket, hogy meg tudják mutatni itt a vendégeknek. A finom falatok mellett lovas bemutatóval, ostorcsattogtatással és művelődési műsorral várták a látogatókat a szervezők. Játékra fel! Ez volt a mottója a Szabadkán szombaton megrendezett gyermeknapnak. A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatója rendezvény keretében a környezetvédelem és a tudatos táplálkozás fontosságára hívták fel a gyermekek és a szülők figyelmét. Jól tetszik, Kitty csinálta, festettem, kifestették az arcomat. Mit szeretnél még csinálni? Hát, sok mindent.
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek a szombaton megtartott gyereknapon. A szervezők rengeteg játékkal, valamint egészség, sport, kommunikációs, alkotó és környezetvédelmi bázisokkal várták a diákokat és óvodásokat. Egészségtelen, és itt vannak az egészségesek. Nagyon jó, csináltam én egy kis elefántot. Voltunk már az egészséges ételeket, tehát az egészséges ételeket. Igen, ugráltunk, kiszedtük a fajokból a szemetet, és mindjárt megyünk arcot festeni. A gyerekek maguk választhatták ki, hogy melyik játékban szeretnének részt venni. A lányoknak az arcfestés, a fiúknak pedig a trambulin tetszett a legjobban. Majdnem mindent kipróbáltunk, most még majd ez a játék, és a trambulin meg az arcfestés még kimaradt, de azt majd utoljára csináljuk. Az idei rendezvény fő témái az egészséges életmód, a sport, a környezetvédelem és az újrahasznosítás volt. A gyerekeken látszik az, hogy minden évben nagyon nagy számban érkeznek hozzánk, és az látszik rajtuk, hogy nagyon-nagyon szívesen fogadják ezeket a játékokat. A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói minden évben megszervezik a gyereknapot. A nagy érdeklődés pedig arra buzdítja őket, hogy minél több hasonló jellegű rendezvényt hívjanak életre. Hungarikum kiállítás és vásár, Rúzsa Magdi koncert, csülök és folyékony kenyér. Így írható le röviden a Csabai Sörfesztivál és Csülök Parádé pénteki napja. Ma főzőversennyel folytatódott a rendezvény. Nagyon jó hangulat. Így értékelte a fesztivált a Békés Csabai Hankó András. A magyarországi rendezvény testedzésnek is megfelelő programot kínál a látogatóknak. A bátrabbak literes sörös korsóval erősíthetik karizmaikat. Ez a mi ideánk, úgymond, hogy miért ne lehetne egy olyan fesztivál, ahol literes korsók vagy 6 decis nagy korsók vannak. Ugye indítottunk csak literes korsókkal, nyilván úgy hittük, hogy ha már a németek Münchenbe ezt népszerűnek gondolják, és mikor mi elmentünk Münchenbe, mi is annak gondoltuk, akkor nézzük meg, hogy a mi fesztiválunkon ez mennyire alkalmazható. Szerencsére abszolút jól fogadták a látogatók. A 14. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádi társrendezvényeként pénteken nyílt meg a Kárpát-medence nemzeti értékei és hungarikumai kiállítás és vásár. Az esemény célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a környezetükben is megtalálható értékekre. A mai modern konyha az elment egy teljesen más irányba. Gyorsan akar mindenki ételt készíteni. Nyilván ezek a régi, tradicionális ételeknek az elkészítése, ez nem 5-10 perces ételek. Viszont nagyon fontosak, mert sok esetben táplálóak, egyszerűek, és valóban egyfajta betekintést adnak arról, hogy mondjuk 100 évvel, 200 évvel ezelőtt mit ettek, és azt hogyan ették itt az őseink. Pénteken először Rúzsa Magdi lépett színpadra, majd a Kör című Edda musicalt láthatta a közönség. Szombaton a fesztivál a Magyar Konyha Csülökpörkölt főzőversenyével kezdődött. Több mint 100 bográcsban készültek a finomabbnál finomabb étkek. A főzőverseny egyik fővédnöke Pásztor István, a VMS elnöke. Óvodások, általános iskolások, valamint felnőttek énekes, népi játék és néptánc vetélkedőjét szervezték meg pénteken Újvidéken. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ évadzáró estjén felléptek a Csűrdöngölő, a Mitugrász és a Tűzre való táncegyüttesek tagjai is. Megtelt az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ nagyterme. Az ovisok és az általános iskolások léptek fel, és bemutatták táncügyességüket a középkorosztályú Csűrdöngölő táncegyüttes tagjai is. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ szervezte. Az idén pedig megfogalmazódott egy olyan igény, hogy hát tulajdonképpen ha már dolgoztunk egész évben, akkor ugyan mutassuk már be a tisztelt szülőknek, meg az érdeklődőknek is, hogy tulajdonképpen mi az együttesnek az elmúlt egy-két évi szellemi terméke. Az évadzáró műsor talán a legfiatalabb táncosok várták a legjobban, hiszen lehetőségük adódott büszkén fellépni a szülők és a nagy közönség előtt.
elég régen gyakoroljuk, és nagyon jól elmúlt, és minden nagyon jó volt itten. Nagyon sokat készültem, jászságira és bagira készültünk. A mi csoportunk Sóvidékit, ez egy erdélyi tánc, Szatmárit és végül Bodrog közit. Ez pedig egy magyarországi tánc. A táncosoknak a talpalávalót a már messze földön ismert szabadkai juhász zenekar húzta. Nagyon szeretünk ide járni, muzsikálni, nagyon jó táncműhely alakult itt a kis zsiga vezetésével, és hát a gyerekektől kezdve a felnőttekig minden csoport jól táncol, követik a hagyományokat, autentikusan táncolnak, odafigyelnek arra, hogy szép viseletekben legyek, és hát ilyen csoporttal öröm együtt dolgozni. A közönség vastapsal üdvözölte a lelkes fellépőket, akikre kiérdemelt nyári pihenés vár. Mohi Sándor magyarországi filmrendező Sára 80 című portréfilmjét mutatták be pénteken este Magyar Kanizsán. Az alkotás a 80 éves Sára Sándor filmrendező előtt tiszteleg. A filmbemutatót a Művészetek Háza kis színpadán tartották, a helyi Cinema Film műhely szervezésében. Mohi Sándor elmondta, Sára Sándor dokumentumfilmjei rengeteg kérdést vetnek fel és oldanak meg a magyar történelemmel kapcsolatban. A magyarországi rendezővel Bicskei Zoltán magyar kanizsai filmrendező beszélgetett, aki szintén nagy rajongója Sára Sándor munkásságának. A filmes keretében levetítették a rendező Imádság című dokumentumfilmjét is, amely egy idős házaspár mindennapi életért folytatott küzdelmének utolsó 5 esztendejét mutatja be. Fordulatos és meglepő mérkőzéseket is hozott a brazíliai világbajnokság második napja. A címvédő spanyolok 5-1-es zakót kaptak a hollandoktól. Ausztrália sem járt sokkal jobban, ők 3-1-re kaptak ki Chile válogatottjától. A szószoros értelmében szétázott pályán játszották a VB és egyben az A csoport második meccsét. Mexikó és Kamerun mérkőzésén is ismét főszerepbe került a bíró. A találkozó 4 góljából csak egyet adtak meg. A mexikói együttes 2 biztosan érvényes góltól esett el. A második félidőben végül Dos Santos megszerezte a győztes találatot, és nyert 1-0-ra a közép-amerikai csapat, teljesen megérdemelten. A VB első igazi rangadója a spanyol-holland meccs volt a B csoportban. Azonban kevesen számítottak arra, hogy a VB címvédő ilyen katasztrofális 5-1-es vereséget fog szenvedni. A spanyolok a védjegyüknek számító precíz játékkal nem tudtak mit kezdeni a lendületesen és agresszívan focizó hollandok ellen, akik közül Van Persie és Robben is remek megmozdulásokkal 2-2 gólt szerzett. Hollandia mellett a B csoport második helyére Chile került, miután 3-1-re győzedelmeskedett az ausztrálok ellen. A lelkes, mintegy 30 ezres chilei szurkolótábor nem hiába látogatott ki a mérkőzésre, amelyen több pillanatban is az ausztrálok domináltak. A második félidőt viszont kapott gól nélkül kihúzó chileiek a hosszabbítás végén beállították a végeredményt. Szombaton délután Kolumbia és Görögország mérte össze erejét. A meccs végeredménye 3-0 Kolumbia javára. Megkezdődött az ultramaraton Palicson. A rajthoz állók 6, 12, illetve 24 órán keresztül futnak, vagy a 100 kilométeres távot teljesítik. A nemzetközi verseny egyben országos bajnokság és világbajnoki selejtező is. Szalagelvágással jelezte Maglai Jenő szabadkai polgármester, hogy indulhat az ultramaraton. A versenyzők pontban 12 órakor rajtoltak el. Hogy pontosan mekkora távot sikerült teljesíteniük, azt egy egyedi mérőeszköz ellenőrzi. Ez tartalmazza a versenyzők összes adatait. A verseny fontos része a sportot, az olimpiát és a barátságot szimbolizáló fáklya. Az első körben Vjekoszláv Osztrogonács sporttal megbízott városi tanácstag futott vele. Kolongrádu predstavlja sport i turizam sigurno je poželjno da učestvuje u svemu ovome. Az állandó résztvevők már igazi stratégiákat dolgoztak ki. Előzőleg túl jól akartam felkészülni, túl sokat edzettem, 60 kilométereket naponta, és úgy látszik, hogy az nem tett jót, a szervezet legyengült, lefáradt,
és most sokkal lazábban. A versenyzők csapatokban is indulhattak. Pontosan ugyanazokon a fázisokon megyünk át, és így tudjuk egymást bátorítani, és ez jó ebben nagyon. A verseny zavartalanságához minden adott. Mentőszolgálat az esetleges rosszullétek sérülések ellátására, sátor a pihenni vágyóknak és finom falatok az energiapótlására. A gyümölcsöktől kezdve van tésztafélé, csak még túrós, ilyesmi, az nem jó, és vannak itt ilyen kikirik, ilyen édességek, amik az energiát feltöltik. A verseny azonban nem csak a komoly sportolók előtt áll nyitva. Vannak váltó versenyek is, 6 és 12 óráson, egy váltó 4 tagból áll, tehát oda bárki benevezhet, mert a más nem, akkor legtöbb sétálni fog. Az ultramaraton hangulatát fokozták a színpadi táncok is, amelyek kiváló lehetőséget nyújtottak a kisebbeknek is, hogy eltanuljanak egy-egy mozdulatot. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Tűz ütött ki a Szabadkai Közkórház mosodájában, az ortopédia közelében. Az árvíz sújtotta térségek gazdaságának újjáélesztése a cél. Lelőttek egy repülőgépet a szeparatisták Luhanszknál. Egy hét múlva rajthoz állnak a lovasok Zobnaticán a második vajdasági vágtán. Híreinket, bejátszásainkat elolvashatják és visszanézhetik a pannonrcv.com honlapon, vagy hangoljanak a 91.5-re, ahol a Pannon Rádió műsora hallható. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!